Véget ért az utánpótlás világbajnokság Portugáliába, Korusréba, és ugye Santa Justába, ahol a U18-as korosztály versenyzett. A telefon végén Martin Gábor, a U14-esek szövetségi kapitánya, és Nagy András, a U18-asok szövetségi kapitánya. Tímár Szabélyik még mérlegelésben vannak, de akkor velük kezdem a beszélgetést, hogy milyen volt most ez a világbajnokság. Kezdjük akkor veled, Gábor, a kicsik hogy élték meg ezt a nem egy egyszerű versenyt, ahogy én láttam az információkat. Hát először is hatalmasat küzdöttünk az iszonyatos hőmérséklettel. Nem is tudjuk talán Magyarországon elképzelni, hogy mi az, amikor ilyen 44, 43, 42 fokos viszonytató kánikulával kell megküzdeni ezeknek a pici 11-12 éves kisrácoknak, illetve a Bonitának, aki nagyon-nagyon régóta egyedüli kis színfoltja volt ennek a lánytársaságnak, mert nagyon-nagyon régen volt lányversenyzőnk. Nagyon-nagyon tisztességesen végigdolgoztuk az összes edzésnapot, megtaláltuk azokat a dolgokat, amivel ügyesek lehetünk, és megpróbáljuk megfogni azokat a halakat. Igazából itt a három szövetségi kapitány megbeszélte azt a dolgot, hogy addig, amíg nem olyan helyszínekre és olyan dolgokra kerül Magyarországon a versenyzésnek a hangsúlya, ami nem a nagy halfogásról szól, addig sajnos mi nem nagyon csapunk bele ezekbe a dolgokba, nem leszünk az elején. Ha nagy halat kell fogni, akkor jók vagyunk, ha kicsiket, egy-két kilós fogásokat kell összeszedegetni gyönyörű horgászatokkal, akkor ez nem a mi műfajunk. Nem tudjuk, nem gyakoroljuk, de megpróbáljuk megtenni a legtöbbet a dologba. Tisztelet az összes olyan kis rátomnak, illetve Bonitának, aki végig dolgozta ezt a nagyon-nagyon nagy meleget. Úgy gondolom, hogy minden olyan típusú dolgot, amit bármilyen, mint amivel a mi horgászatunkat tudtuk segíteni, azt megkaptunk a Horgászszövetségtől, a Dinármix-től, a Kolmicsosok, és nem is mondanám végig azokat az emberek, akik időt, energiát nem kímélve segítették a munkánkat. Egy tökéletes szálláson voltunk, minden tökéletes volt. Meg kell tanulnunk ezeket a dolgokat is úgy kezelni, hogy csak a horgászatra koncentráljunk, és csak ezeket a pici kis halakat kell megfognunk. Most már második, harmadik éve egy-egy kilós fogásokkal lehet szektorokat nyerni. Sajnos a magyar gyerekek, a pici gyerekek is, és talán kicsit előrevetítve mondanám az Andrásnak a társaságát, ezeket nem tudják. Nincsenek ilyen vizeink, meg ha vannak is, akkor ezek nem versenyzésre kedvelt vizek. Nagyon kevés verseny kerül ide, oda nem szívesen megy a gyerek, mert ha nálunk már csak 4 kilót lehet fogni, azok már nem jó vizek. És nálunk itt 4 kilóban van, hogy két szektorban nem fogtak összesen majd 4 kiló alatt. Tehát nagyon nehéz így meghorgáztunk ezeket a dolgokat. Itt kell megtanulnunk a felszereléseket, a pályákat, a csalivezetéseket, és ez sajnos nekünk nem megy. Jó, hát mindenféleképpen ugye az OVHB-nak is majd a jövőbeli feladata lesz, akkor ezt majd orvosolni, és valóban akkor át kell gondolni azt majd, hogy a gyerekeket akár korosztályonként is külön-külön bontva olyan versenypályákra vinni, ami jobban fel fogja akkor őket készíteni az ilyen jellegű erőpróbákra. András, téged kérdezlek akkor, hogy nálad az U18-asoknál ugye ti egy teljesen más pályán is voltatok. Mi volt a tanulsága ennek a világbajnokságnak? Hogyha mondasz egy-két szót így, a Gábor azt nem érintette, ugye, hogy milyen halakra kellett horgászni, meg milyen technika volt. Erről is egy pár szót kérlek, mondjál nekünk. Üdvözlök én is minden kedves hallgatót. Hát így előjáróban ugye annyit szeretnék mondani, hogy erről a Santa Justai pályáról nekünk jó pár évvel ezelőtt egy 18-as világbajnokságról már vannak már rossz emlékeink. Akkor még ugye Hamar Ferenc volt a szövetségi kapitány, és akkor is ugye azokban az időből is eléggé rossz híreket kaptunk, hogy milyen fogások várhatók a mostani világbajnokságon. Hát ez valamilyen szinten ismét megismétlődött. Eredményben is körülbelül pontos eredmény nem tudok még sajnos, de biztos, hogy rontottunk a tegnapi eredményhez képest. Annyit tudok mondani, hogy az A-szektorban Sziklai Dominik 12. helyezést ért el, a B-szektorban Aratósom a 9-es, a C-szektorban a Fehér Ferike csinált egy 11-est, és Szmetán Bálint a D-szektorban egy 12-es helyezéssel állt fel. Nagyon kevés hal volt a szektorokban, és ami még nehezítette a horgászatot, illetve a versenyzést, az, hogy a training napokhoz képest nagyon nagyot változott a pálya. A
tréning napokon kivétel nélkül meccsbottal lehetett normális mennyiségű halat fogni. Most a normális mennyiségű halat értem azt, hogy mondjuk ilyen 10 és 20 darab közötti fogások születtek, ezek nagy százalékban márnák voltak, 3 és 15 deka közötti halakról beszélünk. Na ez most úgy nézett ki a versenynapokon, hogy szinte rakósbotos versenynek ennek a versenynek a vége. Szinte csak rakósbottal lehetett jó eredményt elérni, úgy a tegnapi nap, mint a mai nap. Kezdetleges felszereléseink voltak, nem volt kiforrott etetési technikánk, nagyon minimális csali bejuttatást kellett bemutatni, ez meg igazából, amit a Gábor is mondott nálunk, nem nagyon jellemző, tehát igazából tényleg, tehát egy ilyen egybetör kukoricával megyünk be Szegedre, és akkor azt el kell tolni 4 órába. Itt arról beszélünk, hogy mondjuk 2 heti csontit kellett ellőni 4 óra alatt úgy, hogy percenként kellett lőni neki a csontit. Tehát ilyen 5-10 cent csontikat kellett lőni, illetve kendert, 01-es, 02-es úszóval, 20-es, 22-es proggal, és ilyen 10 percenként volt egy kapása a kisrácnak. Úgyhogy ettől függetlenül, eredménytől függetlenül én mindenkinek szeretném megköszönni a támogatást, a szurkolást és minden olyan egyéb segítséget, amivel előrébb tudott lenni a csapat, úgy amahoz, mint pedig külön támogatóktól érkező segítség miatt. Sajnos ez most így alakult, hogy ezek a... Igazából ezt mondom, hogy a magyar horgászok, még a felnőttek között is szerintem van egy-kettő olyan verseny, amit nagyon nehezen tudnak majd megfejteni azok a versenyzők, akik már jó pár világversenyen és jó pár év tapasztalattal a hátuk mögött indulnak ki egy világbajnokságra. Itt voltak újoncok, voltak olyanok, akiknek az első világversenyük, és nem tudtuk megoldani ezt a vizet. Mondtam, hogy kicsit rontottunk a tegnapi helyezésünkhez képest. A portugál, vagy az olaszok megnyerték valószínűleg a világbajnokságot. Csapatban másodikak a portugálok, és talán az angolok lettek a harmadikak. Jó, hát én köszönöm szépen a rövid beszámolót. Hát nyilván akkor itt is majd le kell vonni a következtetéseket és a tanulságokat ebből a világbajnokságból, de hát nem szabad ezt feladni, menni kell tovább előre, hát lesz még itt világbajnokság jövőre, és meg még azután is. Én biztos vagyok benne, hogy újra oda fogunk mi majd érni az utánpótlás kategóriában is a világ élvonalába, tehát én azt gondolom, hogy a többi hallgató sem fogja leírni most ezért a csapatot. Ez most egy ilyen világbajnokság volt, amit így elmondtatok, meg amit így korábban is így beszélgettünk, nyilván, hogy ez egy tényleg olyan pálya volt, ami nem hétköznapi, tehát erre még idehaza sem nagyon lehet edzeni, ha már csak az időjárási körülményeket is nézzük, meg egyáltalán ez a víz, ez a halfauna azért nálunk szerintem nincs is olyan versenypálya, ahol ennyire ne lenne hal, mert vannak haltalanabb pályáink, de azért még ott is lehet 2-3-4 kiló halakat azért össze lehet vadászni. Ez egy más pálya volt, nyilván ezt nekünk szokni kell. Jövőre jobb lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Tímár Szabolcsal beszélgetek, az utánpótlás 23-as kategória szövetségi kapitányával. Hát Szabi, te most értél be a pályáról, most ért véget a mérlegelés. Mondhatod, hogy szinte beájultál a szobába, mert a mai borzasztó meleg után nagyon vártad már ezt a kis üsörést. Hogy sikerült nektek a mai nap, és kérlek majd egy pár szóba mondd el, hogy milyen technikával horgáztatok ezen a világbajnokságon. Üdvözlök mindenkit innen Portugáliából, igen, véget ért ugye az U23-as kategóriának is a verseny. Sajnos jó hírre nem tudok beszámolni az összes végeredményt illetően, hiszen még nem kaptuk meg ugye a hivatalos eredményt, de sajnos a mai napunk az nem úgy sikerült, ahogy mi szerettük volna. Ugye tegnapi nap még bizakodóak voltunk, 5-ként fordultunk minimális ponttal lemaradva a dobogóról, és még a sorsolásnál is ugye azt mondtuk, hogy bizakodunk a jó eredményben, hiszen na, ha nem is első, de valahogy a dobogóra azért oda kéne érni, és oda szeretnénk érni. Viszont sajnos most a horgászat, illetve a halak, ezek nem úgy gondolták. Ez azt jelenti, hogy amit előbb is mondtál, hogy milyen időjárás van itt, ha előbb jöttem be, akkor ugye 51 fokot mutatott az autó hőmérője menet közben 49-et, úgyhogy hogyha egy köztes nézünk, akkor egy 5-össel kezdődő hőmérséklet volt ma itt. Embertelen, kibírhatatlan, és tényleg minden tiszteletem azoké a gyerekeké, akik ugye ezt végig horgázták, ezt mai 4 órát, illetve a felkészülést, meg az összepakolást kibírták a parton.
Most ahol ki tudtak ehhez alkalmazkodni? Sajnos már a kevesebb hal lett, mint tegnap. Jóval, szóval az átlagfogás szerintem a felére csökkent a tegnapihez képest. És mi ehhez a finomabb horgászathoz, a kevés halhoz nem igazán tudtunk alkalmazkodni. Sajnos a monostori bencének a szinte a belső szélére kellett ugye az alszektorban ülni, ami még otthon sem egy kiemelkedő, kimagasló hely. És bejött az végül is, hogy azért a halak kimentek a széle felé, és a 2-es, 4-es, 5-es, 6-os, 7-es box környékén csinálták a szektor elsőket. Ugye a B-szektorban a Pocsai már küld, ő még a 7-es csináltam, szóval jobbak közé tartozott. Az ő mentségére azt szóljon, hogy ugye távol ült, van egy kis fennyvíz befolyó, ennek a jobb bal oldalán 3-4 hely az, ami adta a legtöbb halat. A hét minden napján ez ma is így történt, ő meg elég távol ült tőle sajnos. Az Adriánnak ugye a tegnapi 1-es után a C10-re sikerült húzni. Arra azt mondtuk, hogy ha bejönnek azok a bónuszhalak, amik tegnap is bejöttek, akkor jó lehet, egyéniben is akármilyen eredmény született volna. Itt is sajnos annyi történt, hogy a 10-esen ült és az 1-es, 2-es, 3-as környékén voltak a jó eredmények, ott a nagyobb számokon egyre kevesebb volt a hal. A D-szektorban pedig a Vargaruli ült széle mellett, viszont ez a széle mellett ez nem olyan, mint otthon, hogy bónuszhelynek számít. Sajnos itt is az 1-estől az 5-ösig, vagy a 6-osig, úgy, ahogy tegnap ugye az Adrián a 6-osról nyert, most is erről a 2-es, 3-as, 4-es helyről jöttek ki a magasabb fogott súlyok, és a széle felé meg egyre-egyre csökkent. Viszont itt ugye egyre több volt ez a mulet, amiből aggattak is szépen a fiúk, de sajnos, hogy ez nem a mi horgászatunk, amit tudatosan tudnánk csinálni. Fogtunk belőle, de nagyon sok el is ment, meg nem éreztünk úgy rá, Isten igazából ennek a horgászatára. Sajnos ez jött ki ma. Ugye csalódottak vagyunk, tegnap után bizakodtunk, de ez a mai horgászat, ez nem arról szólt, amiről az egész hét, meg a tegnapi nap ismét változott. Ugye Portugáliáról, akik követik a versenysportot, azt tudják, hogy ez a korus Santa Justa pálya, ez van egy tipikus meccsbotos horgászat, ami működik, ez ma nem működött. Rakósbottal kárát kellett fogni, meg törpeharcsát, meg kismárnát, meg egy-egy ilyen muletba beleakadni, az adta a jó eredmény. Ahelyett, hogy amit ugye megszoktunk, mi is, én is már többször voltam itt, hogy beledjük a meccsbotot, ráelőjük a ragasztott csontét, azt egyszer csak valamilyen méretű márna, ugye, mint a féder, behajlítja. De ez itt már nem volt, sajnos. Ugye akik jobban ismerték a pályát, ugye a portugálok, vagy az olaszok, akik azért már többször megmutatták itt, hogy meg tudják verni a hazaiakat, és akkor emellé ugye még csatlakoztak, akik úgy néz ki, hogy az angolok, akik ezzel a finom pecával, a kárászt, kismárnát meg tudták fogni. Azt mondod, hogy nekünk egyébként itt a rakósbotos horgászat volt az, ami feladta a leckét igazából? Mert azt tudtuk már ugye a legutóbb a Dia horgászott ugye világbajnoki címet ezen a pályán, és ugye pont rakósbottal horgászott, tehát azt tudtuk, hogy a rakósbot a szóba kerülhet. Inkább ez a nagyon finom főleg. Az A B szektorban mindenképpen a rakósbotra, a C-nek, hogyha az elejére húzunk, akkor rakósbot, ha nagy számra húzunk, akkor már meccsbot, és a D szektor is megint inkább az eleje az meccsbot, a végén meg a kapkóhalból lehetett volna rakósbottal, de az a baj, hogy nem igazán találtuk meg arra a megoldást, hogy mikor kell mondjuk váltani. Földes szúnyog használata felértékelődött szerintem, itt a portugálok nem tudom mennyit használtak eddig életükbe, de földes szúnyogot kellett használni. Természetesen nekünk is volt, be is tettük, hogy ez mennyit vándorol itt a hal, meg mennyit mozgarog ugye hely és hely között, azt nem tudjuk. Nyilván azok, akik többet járnak itt, azok tudják, bár ők se gondolták volna szerintem, hogy ennyi kárás lesz a héten. Mekkorák voltak egyébként ezek a halak, amiről beszélsz? Mert úgy, ezek a nagy fogások se azért itt nem több 10 kilós fogásra kell gondolni. Nem. Hát például, csak mondok egy példát, ha jól emlékszem, ilyen 124 darab hala volt ma az olasznak az alszektorban, az olyan cirka 5 kilóra volt elég. Tegnap ugye az Adriánnak 16 darab hala volt, az 7 kiló volt, 7 kiló fölle volt, de ugye a kárászok azok mondjuk ilyen 5 és 10 deka, nagyobbak mondjuk 12-15,
a márnák ilyen egészen 2 dekától az átlag mondjuk ilyen 10-15, és akkor a 30-50 dek az már ugye bónusznak számított, az Adrián meg még egy kis átfogott egy ilyen nagyobbat, ami mondjuk 80 dek a kiló. A mulesztek azok egészen, hát mondjuk ilyen 10-15 dek a 30-40, 80 dek a kiló. És akkor ezen felül meg még ugye valahogy, nem tudom, lehet, hogy Magyarországra hoztunk magunkra véletlenül a csomagba egy pár törpaharcsát, mert azért azt is lehetett fogni. Ma a monostori bentőzetben egy ilyen 30 darabot, 26-30 darabot biztos fogott. Jó, hát köszönöm szépen Szabolcs a beszámolót, nem tartalak fel, pihent ki magad, aztán banketten pedig azért kocsincsatok majd. Így van, megyünk eredményhirdetésre, természetesen gratulálunk ugye a győzteseknek, és holnap meg, ha minden jól megy, akkor